A Vesztergombik élete szorosan és elválaszthatatlanul egybefort szexárddal. Olvasható a Pincészet honlapján. És hogy mikorra nyúlik vissza a család története? Az 1700-as évek elejéig dokumentáltan visszavezethető a gazdálkodás, nem elsősorban szőlőbor, hanem a mezőgazdasággal való foglalkozás, abból élés, de a család régebbi eredetű szexe, tehát még régebbi gyökerei is vannak. Az 1700-as években kezdte a család használni azt a ma divatos szóval logót, címert, amit ma mi most használunk. Nyilván akkor még nem csak a borászatban használta ezt, hanem elsősorban a mezőgazdasági termelést követően a buzázsákokra használták ezt az emblémát. A nagyapám az a Vesztergombi család elsősorban abban az időben a kialakuló, városiasodó szexár paraszt polgárságának jelentős alakja vagy képviselője volt. Nem elsősorban azért, mert nagy birtokos volt, mert 35-40 kataszt, akkori mértékegységgel 35-40 katasztrális holdon gazdálkodtak, de hát ugye amikor változott a politikai berendezkedés, akkor ezek az egyébként szorgalmas, és nem csak a mi családunkra értendő, hanem a hasonló paraszt gazdaságokra vagy gazdaságok képviselőire, hát kvázi az üldözöttjei lettek a rendszernek, ugye elvették a földterületeket. Család három férfi tagja, ugye a nagyapámék oldalára értve, ugye más megélhetés után kellett nézni. Ugyan egy maradt a középső fiú, az vette volna át kvázi a gazdaságot. Az ő fogalmazása szerint pontosan a mai napig se tudjuk, Magyarország területére elvitték egy kis átképzésre, hogy hol volt, valahol a Dunántúlon valamelyik bányába, ő csak zsiványtanyának hívta. Nem tudom, csak hasonló emberek voltak, úgyhogy ez adta, hogy csupa gonosz ember volt együtt, akik egyébként nagyon sokat tettek azért, hogy ennek az országnak kvázi az élelmiszerét megtermeljék. Az édesapja frontszolgálatra jelentkezett, de szerencsére nem vitték el, úgyhogy a lehetőségekhez mérten megpróbálta a maradék földterületekkel fenntartani a családot. Ezután úgy, mint a többi gazdálkodó, örömmel és önként belépett a TSZ-be. Végül is megmaradt a kvázi háztáji kategóriának nevezett szőlőterületek, ami nem volt kis dolog szexárdon, mert nagyon sok szexárdi gazdálkodó parasztember végül is gyakorlatilag szinte ebből a 1-2 vagy 3-800 négyszögöles területből tartotta fönn magát és a családját. Adott volt a 90-es évek elején, hogy megpróbálom én is ezt a szakmát nem az állami szektorban folytatni, ott előtte már 20 évig én borászatban különböző státusokban dolgoztam, és azt gondoltam, hogy ha a család tudott a 45 előtti időszakban eredményesen gazdálkodni, akkor talán nekem is sikerül. Milyen egész kisgyerekkorunk óta kint szaladgáltunk a szőlőbe, a szőlő munkák során, a születek során ott voltunk a születeknél, a feldolgozáskor, a bor készítésekor, és kicsit ilyen öntudatlanul, hát nekünk ez az életünk részévé vált. Tehát én pont a rendszerváltozás kor 91-ben érettségiztem, és ennek megfelelően, hát az akkori zavaros korhoz passzolóan mi sem nagyon tudtuk, hogy mit akarunk ott magunkkal kezdeni.
És hát egy pár év volt, amikor nem volt ez egyáltalán biztos, hogy én mi akarok lenni, de hát az, hogy mi akarunk lenni, ott az egész gimis osztályunk leginkább semmi. Viszont volt egy nagyon jó évünk, amíg ezen gondolkoztunk, hogy mit szeretnénk lenni. Úgy döntött, hogy autószerelő lesz. Aminek ugyan mi nem nagyon örültünk a feleségemmel, de hát ha azóta is szereti egyébként az a hobbija, az autó, elmegy kint a hatoson egy autó, és csak a hangját hallja, akkor megmondja, hogy mi volt, főleg ha valami különleges autó. Először autószerelőnek indultam. Én nagyon szeretem az autókat, nekem mai napig is nagy hobbim, és szerelmem az automobilizmus mindenféle formája. És ugye ott el kellett dönteni, hogy mit akarunk, ugye zavaros időszakban, hát akkor elmegyek ennek, mert nekem az tetszik. Persze érdekelte az agrár is, így a következő lehetőséget megragadva elindult ebbe az irányba. Szereztem egy agrármérnöki diplomát pénzügy marketing szakon, és hogyha már ez megvolt, ugye ezt 96-ban végeztem, attól kezdve egyébként folyamatosan, tevékenyen részt veszek a pince életében, előtte is. Itt voltam, meg tevékenykedtem, de akkor jött egy olyan 2-3 év, amikor én gyakorlatilag pince munkásként dolgoztam a saját pincénkben, ami hát szerintem egy nagyon hasznos és nagyon jó dolog volt nekem is, nyilván a pincének is, apunak is, hogy látta, hogy valamilyen módon használható leszek én ebbe a pincében, de én megtanultam mindent. Tehát én a mai napig is én csak azt várom el az embereinktől, amit én meg tudok csinálni. És én és apu szokta nekik elmondani, hogy mit és hogyan kell, meg lehet csinálni egy pincében. A gyakornok éveket ugye letudva, én elmentem a kertészeti egyetemnek hívjuk, az a legegyszerűbb. Akkor azt hiszem éppen Szent István Egyetem volt, talán most is az, közben volt Corvinus, de mindegy, a kertészeti egyetemnek a szőlészborász tanszékén egy szakmérnöki képzésen vettem én részt. Ez elvileg a szőlészborász szakmának a legteteje, amit képzésben lehet. Úgyhogy azt is lehet talán mondani, egy kicsit túl vagyok képezve itt a szakmához. Kezdte ezt megszeretni, és én úgy gondolom, hogy nem csak megszeretni, hanem az alapoktól mindent megtanulni. Tehát neki nem nagyon lehet olyat mondani, olyan pince munkát, amit ő nem végzett és nem járatos benne. Én úgy gondolom, hogy ez egy szakembernél, még akkor is, hogyha most már szőlészborász szakmérnök, ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak elméletileg képzett, hanem a gyakorlatban is hát szinte 100%-ig otthon van. Ott kvázi készítette el az első olyan bort, aminek az elkészítését ő határozhatta meg, és ez volt az első Csaba küvé. Nem csak neki volt nagy élmény, hanem nekünk is, a családnak is az eredménye, mert az első ifjú borászok országos borversenyén ezzel a borral gyakorlatilag nagy díjas lett, ő nyerte meg az ifjú borászok első országos borversenyét, de hogy a bor nem csak a hazai bírálóknak volt igen jó, mutatja, hogy ez volt az első olyan vörösbor a pincének, de azt hiszem még azt is mondhatom, hogy Szekszárnak, ami fél éven belül 4 nemzetközi borversenyen nyert aranyérmet. Ezzel végképp eldőlt kvázi a Csabinak a sorsa. Nyilván ez olyan háttér impulziókat adott neki, ami már egyértelműsítette, hogy ebbe a szakmába szeretne tovább lépni. Nehéz volt a kezdet, de annál nagyobb volt a család lendülete. Egy másik pincét sikerült akkor megvennünk, a volt tejiparos pincék közül egyet, ami akkor viszonylag a mi méreteinkhez képest nagynak számított, és nagy lendülettel, kedve, fiatalosan
fogtunk hozzá ennek a kis cégnek a felépítéséhez. Itt a Pince soron a Kadarka utcában dolgoztunk 2000-ig. Szép lassan a cég növekedett, nőtt a szőlőterületünk, nőtt a forgalmunk, és bár nagyon jó helyen volt olyan szempontból, hogy a látogatóknak könnyű lett volna megközelíteni, hiszen majdnem a város központjában van, de azt kinőttük, mi zavartuk a várost, a város meg minket, így célszerű volt új telephely után nézni. A Porkoláb völgyben az ősi Vesztergombi birtokon akarták először megépíteni az új központi pincészetüket, de nem volt megfelelő a terület. Ezután találták meg azt a helyet, ahol ma is áll a Vesztergombi pincészet. Megnéztük a helyet, láthatóan infrastruktúrálisan lényegesen jobb volt, ugye itt volt víz, villany, gázvezeték, és a bejáró út is télen-nyáron gyakorlatilag különösebb nehézség nélkül biztosított volt. A végső döntést az hozta, hogy a harmadik szomszéd, aki igazán nem akarta eladni a területét, de hát nem használta semmire, gyakorlatilag egy romtanya volt rajta, hogy az értékesíti-e a területet, vagy nem, mert az még területileg akkor igen hiányzott volna ennek az épületnek, a pincének a felépítéséhez. Ezt 2002-ben kezdtük éppen 10 évvel később építeni, és 2003 volt az az év, amikor megkezdtük az átköltözést a Kadarka utcában ide, illetve a 2003-as születet már itt vezényeltük le. Ez a pince akkori elképzeléseink szerint egy 30 hektáros szőlőültetvény szőlőtermésének a szakszerű földolgozására, érlelésére és palackozására alkalmasnak készült. Hát tulajdonképpen most arra értük el a 30 hektárt, két éve van 30 hektár területünk. Ez a pince tényleg alkalmas ma ennek a 30 hektár szőlőterületnek a földolgozására, a bor kezelésére, érlelésére, tárolására és ehhez megfelelő kapacitású, mondhatjuk azt, hogy viszonylag magas színvonalú palackozó gépsorral, egy 7-800 palack per óra teljesítményű palackozó gépsorral, és közben 4 évvel vagy 5 évvel később megépítettük a palacktárolót is, tehát ebben a nagyságrendben ez egy komplett kisüzem. És hát azóta itt tevékenykedünk. A kisüzem idővel nagy üzemmé nőtte ki magát. 30 hektár szőlőterülettel rendelkezünk. Itt évjárat függően változhat a mennyiség. Hát én azt szoktam mondani, 120-150 ezer palack, attól függ, hogy milyen évünk van. És mennyire szeretnénk azt palackba tölteni, vagy nem szeretnénk. Általában azért a boroknak a nagy része az palackos borként kerül ki a forgalomba. A terv az lenne nekem elsősorban, hogy legalább egy ilyen 40%-ig felfuttatni az exportot, de ha lehet még tovább. Az export sokkal stabilabb a megítélésünk szerint, mint a hazai borpiac. Itt borzasztó nagy ingások, lengések vannak a nem csak a mennyiségi fogyásban, hanem a minőségi igényekben is. Az export országok sokkal kiegyensúlyozottabban kérik az adott minőséget. Most nem egyszerű a kérdés, hiszen minden lehetséges célországban azért ott vannak a nagy konkurensek, a franciák, az olaszok, a spanyolok, meg olyan országok, akikről azt se tudjuk, hogy bor van náluk. Az egyik legnagyobb hibánk az az, hogy mi azt gondoljuk itt az országon belül, hogy világhírűek vagyunk a borban. De ez csak itt bent az országon belül van így. Sajnos a
ha kimegyünk a határon túlra, akkor már nem így látjuk a kérdést. Én nagyon sok nemzetközi kiállításon, fesztiválon voltam, és tapasztalat az, hogy szeretik a magyar borokat, megfelel a magyar bor a nemzetközi elvárásoknak is, sőt, viszont nem ismernek minket egyáltalán, és ezzel óriási nagy munkánk van még, hogy nem csak a szekszárdi, hanem a magyar bort is megismertessük a világba. Károsztatjuk a boroskólát, meg az egyebeket. Az én generációm az nagyrészt azon nőtt föl, és én azt mondom, hogy lehet, hogy nem egy felemelő ital mostani szemmel, de azok, akik akkor boroskólát ittak, azoknak a nagy része megmaradt a bornál. És ez egyáltalán nem elhanyagolható szempont. Most gin tonicot isztak, meg aperolt, meg mindenféle ilyen divatos, madivatos koktélt, italt, ez egyebeket. Nekünk borosoknak ez nagyon nem jó. Úgyhogy én visszahoznám a boroskólát a divatba. Én most már 50 éve dolgozok ebbe a szakmába. Hát amikor elkezdtünk együtt dolgozni, már akkor is 25 éve, tehát nekem és ilyen-olyan vezető beosztásokban dolgoztam, nekem természetes volt, hogy én irányítom ezt a céget. Aztán úgy szép lassan, ahogy nőttünk, úgy nőtt a feladat, és egyre inkább úgy próbáltam megosztani a feladatot, hogy egyrészt ne legyen túl terhelő nekem, másrészt meg szép lassan nőjön bele, vagy jöjjön bele a cégnek a különböző területeinek a vezetésébe is. Ez első sorban, mivel a mezőgazdasági főiskolán egy marketing szakon is végzett, és az, hát ha úgy tetszik, neki jobban ment, mint nekem, én inkább a termeléssel foglalkoztam mindig. Oda egy fiatalosabb, lendületesebb, és főleg a mai világban egy más szemlélet kell már, mint ami korosztályunk fölnőtt. Akkor szép lassan kezdte átvenni a marketinget, megbeszéltünk dolgokat, de már döntött egyedül, meg ment egyedül, meg dönthetett is egyedül. A borászati munkákban természetesen részt vett, aztán ahogy ide költöztünk ebbe a pincébe, attól kezdve a borászat egyik legfontosabb, az alapjait, az alapokat megadó tevékenységet, a szüreti földolgozást ő irányította. Eleinte közösen, de most már gyakorlatilag évek óta ő az ilyen jellegű borászati tevékenységnek is a meghatározója egy személyben. Ez nyilván felelősséggel is jár. Természetesen a kereskedelem és a marketing is maradt az övé, hogy nehogy unatkozzon. És hát főleg a kereskedelem, ott is láthatóan szerencsésebb volt már, hogy egy fiatalabb veszi át a cégnek az ilyen jellegű irányítását. A kereskedő cégekben is hasonló korú társakkal, vagy még most már nála is fiatalabbak találkoznak. Nekem sok esetben már zavart okozott, hogy nálam 20-25 éve fiatalabbak, hát hogy is mondjam, próbálják nekem megszabni, hogy hogyan, meg merre. Én tudomásul veszem, hogy a világ változik, de hát ezért ez nem mindig tetszett, így célszerű volt a fiatalabbnak ezt átengedni. Borászati résznek édesapám és én vagyunk a felügyelői. A szüreti részt, az erjesztést, azt most már több mint 10 éve gyakorlatilag egyedül csinálom. Ő természetesen itt van és megnézi, hogy mi történik, de nagyon most már nem szól bele. Ugye azért mindig vannak olyan innovatív új dolgok, amiket ő már nem is akar,
igazából kitapasztalni, átolvasgatni, azt mindet rám hagyja, én ezeket megnézem, kipróbálom, és hogyha jól működik, akkor berakjuk a rendszerbe. Úgyhogy azért nem olyan unalmas és automatikus dolog a borászkodás, itt mindig van odafigyelni való, és arról nem is beszélve, hogy ugye élő anyagként minden évjárat más, ahhoz is alkalmazkodni kell folyamatosan. Ez egy alkotó folyamat, én azért az élet több területén szeretek ilyen alkotó tevékenységet végezni, én nagyon sokáig rajzoltam egész komoly szinten, festeni nem kezdtem el, de mindenféle ilyen alkotó, művészkedős dolgokban én azért szeretek elmélyülni, hogyha van rá időm, most már nincs, évek óta nem volt rá időm. És hát azért a borászkodás ehhez szorosan köthető. Tehát a bor is egy olyan anyag, a szőlő, a must egy olyan anyag, amiből meg kell gyúrni, meg kell formálni azt a végső fázist, ami tetszik a fogyasztónak, meg nekem is. Ugye nálunk azért ez úgy néz ki, hogy ami nekünk nem tetsző bor, olyan nem kerül ki a pincéből, csak olyan borral foglalkozunk, ami nekünk is tetszik. Van, amikor nyilván nem értünk egyet, akkor próbáljuk meggyőzni egymást. Van, amikor sikerül, van, amikor nem. Valamikor az adott problémát elnapoljuk, és akkor tudom, egy hónap múlva, akkor leüllepedett mind a kettőnknél, akkor újra nekifutunk, de gyakorlatilag az ilyen hosszú intervallumú probléma megoldás egyre kevesebb. A legjobb példa, ha jól tudom, beszéltetek vele is arról, hogy címkétéren milyen küzdelmeket folytattunk. Az első ilyen új hullámos címkénk esetében ott hosszú hónapokig ment a vita, hogy lehessen az a címke. Ő nagyon nem értett vele egyet, aztán kiderült, itt az élet igazolta, hogy az egyik legsikeresebb címkénk. Sok esetben csak a címke miatt veszik azt a bort, úgyhogy ő is belátta, hogy vannak olyan dolgok, amikhez már lehet, hogy ő már nem is akar hozzászólni. Nem jobb, hogyha megy a maga útján a történet. A bor jó, azzal nem volt gond, azt kitaláltuk, hogy királylányka a fajta, és egy kevés cserszegi fűszeres teszünk hozzá a bor, az szerintem nagyon jó. Hát nem is volt probléma. A címke az, hát az borzasztó volt nekem először. Aztán jött az idősebb, mit tudom én, a 50 év fölötti csoport, 50-60 éves, vagy még ne adj Isten idősebbek, és hát ugye óvatosan eléjük tettem a címkét, hogy mit szólnak rá. Hát a legnagyobb megdöbbenésemre majdnem hurázva örültek neki. Hát mondom, akkor csak én vagyok ilyen régi mondi már. Hosszú évek tapasztalata alapján gyűjtött tudás azért, ami úgy gondolom, hogy megvan, az sokszor még mindig jó. Magyarul a klasszikus mondás, hogy jó az öreg azért a háznál, de a döntés joga itt is lassan az övé lesz teljes egészében, de itt még jobban meg kell győzni engem, hogy ezt így csináljuk, így készítjük, mert az ez lesz a következménye, és talán akkor divatosabbak vagy jobbak lehetnek a boraink. Van két gyermekem, egy lány és egy fiú, ilyen sorrendben. Gyakorlatilag mind a kettő esélyes lehet, vagy akár egyszerre is. Ugye az, hogy ma már lányok vannak a borszakmában, ez egyáltalán nem újdonság, sőt, én kicsit kezdem úgy érezni, hogy kezd nőiesedni is a szakma. Rengeteg lány vállalkozik arra, hogy elvégezze a borászképzéseket, és nagyon jól tudnak dolgozni a pincén belül is. Tehát abszolút nincs különbség itt nemek tekintetében. Úgyhogy akár a lányom is, de a fiam is érdeklődik a dolog iránt. Ők ugyanúgy egyébként, hogy én, ebben nőnek föl. Tehát nekik nem idegen a pince, a szőlő, napi szinten járunk akár ide is, oda is.
látják a szüretet, sőt, kifejezetten várják és szeretik, amikor a szüreti időszak van. Meglátjuk, hogy melyik irányba mennek. Én nem fogom őket erre, hogy is mondjam, kényszeríteni semmiképpen. Kapacitálni is csak mértékkel, majd ez az ő dolguk ugyanúgy, ahogy nekem is, hogy ez akkor lesz jó, hogyha ő magától szeretné ezt. Én már teljesen megbízok benne, és örülök is neki, sőt, én már annak is örülnék, ha nyilván egy kis hát túlzása, hogy én csak délelőtt kijárnak 10 órakor kávét inni, aztán délben meg elmegyek haza ebédezni, és délután meg vagy visszajövök, vagy nem. Mindenképpen neki elévülhetetlen érdemei vannak. A mai napig is abban, hogy ez így működik, és így van. Ugye itt főleg az első időszakban, 90-es években ő nagyon hamar megkapta az évborász a címet, ami azért nagyban hozzásegítette a pincét és a családot ahhoz, hogy az ismertsége nőjön. Valószínűleg belejátszik az is, hogy én hogyan tevékenykedek, és hogy próbálom népszerűsíteni a pincét, de ez egy közös munka. Tehát ez egymás nélkül nem működik.